A pályázat olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését célozza meg, amely munkahelyi családbarát programokat szervez, elősegítve a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi-magánélet és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. Az elismerést azok az önkormányzatok kapják, amelyek példát mutatnak a munkaerőpiaci és családi szükségletek összehangolásában. Jászai Mennyhért Nyíregyháza alpolgármestere kifejtette, az önkormányzat elhivatott az iránt, hogy olyan munkakörnyezetet teremtsen, ahol a munkavállalók hatékonyan tudják kezelni a munka és a családi kötelezettségeiket. Az elismerés mellett az önkormányzat 2 millió forint térítendő támogatásban is részesült az Együtt a Családokért című projekt megvalósítására. Nyíregyháza nagyon sok rétű programokat szervez, szünetei programokat a gyerekek számára. Itt közismert a napközis de a bántakásos tábor Szigdigeten is. Ez több ezer nyíregyházi gyermeket érint. A mostani családbarát díjunkat itt a saját dolgozók, családok irányába kifejtett tevékenységükről kaptunk, tehát a polgármesteri és az önkormányzat dolgozói. Két millió forintot nyertünk el arra, hogy szünetei programokat szervezzünk, és minden alkalommal egy-egy téma középpontba kerül. Most a gyermekes vagy leendő gyermekes édesapákat fogjuk megcélozni, sportprogramokat, rekreációs programokat fogunk szervezni a gyerekekkel együtt. Korábban az édesanyák voltak fókuszban, most az apákat tesszük a, a fókuszba. Az alpolgármester kiemelte, az elismerés nem csak a dolgozóikat, hanem a város lakosait is szolgálja, hiszen családbarát politikájuk kiterjed a nyíregyháziakra is. Az elnyert díj is bizonyítja, nyíregyháza önkormányzata nem csak a város fejlődésére, hanem munkavállalói és családjai jólétére is fókuszál. Az elismerés alapján a város egyike a leginkább előrelátó és felelős munkaadóknak az országban.